Miben tér el a demokrácia más uralmi rendszerektől? Az első kérdés az, hogy mi az állam? Az állam a társadalmat irányító szervezetrendszer. A vezetői hatalmat gyakorolnak az állampolgárok felett. Azaz, hatalomgyakorolás nem jelent más, mint döntéshozás. Döntést hozok, és ez a döntés mindenkire vonatkozik, és alapvetően befolyásolja az életét. A döntés mellett a döntés kikényszerítésének joga is az állam egyik előjoga, vagy privilégiuma. Azaz, nem mindegy, ki hozza a döntést. Tulajdonképpen a demokrácia abban tér el a többi rendszertől, hogy a döntést a többség hozza. Azaz a többségi elv érvényesül. Tehát nem egy párt, vagy pártvezető, nem egy király, nem egy türelmes zsarnok, egy hadvezér, egy katonai hunta, hanem az állam lakosságának erre kijelölt többsége, megfelelő korlátok mellett, döntést hoz. A többség által hozott döntés, persze a többiek elfogadják. Ez a demokráciának az alapelve. Na most ezeket a döntéseket persze jogszabályokba fektetik le. Ezt a jogszabályt nevezzük a legmagasabb rendű jogszabályt törvénynek. A törvény mindenkire vonatkozó kötelező jogszabály. Kötelező azt jelenti, hogy nem lehet megkerülni. Nem lehet kivételeket alkalmazni. Elvileg persze. Azaz, az, hogy kihozza a törvényt, és kihozza azt, ki választja meg azt a vezetőt, aki tulajdonképpen a törvényt majd végrehajtja, vagy egyetlen a törvénynek a megalkotását javasolja. A demokrácia esetében fordul elő egyetlen egy esetben, hogy tulajdonképpen ebben a társadalom többsége, a lakosság többsége részt vehet. Elmondhatja a véleményét. Szavazhat róla. Minden más uralmi rendszerben, ami eddig a történelem során kialakult, ez nem volt lehetséges. Ez lehetetlen volt. Minden más uralmi rendszer egy szűk csoport számára biztosította a döntéshozás, törvényhozás és a kikényszerítés lehetőség.